Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen nyájatokkal. Testvéreim, a föltámadt Krisztussal való találkozás öröme hívott össze bennünket húsvét hétfőn is. A Szent Misét elhunyt Gerzon Istvánné lelki üdvért ajánljuk föl. A föltámadottal való találkozás nyitott lelket kíván tőlünk és tiszta szívet. Szeretnénk meghallgatni ma is az ő üzenetét, az ő hívását. Előzőleg azonban tekintsünk magunkba és tartsunk bűnbánatot, hogy nyitott szívvel és méltóképpen ünnepelhessünk. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Eleget tettél a keresztfát,
életünk lettél föltámadva. Alleluja! Részeltes kérünk érdemedben, a húsvétnak örömében. Alleluja! Kyrie eleison! Kyrie eleison! A magasságban Istennel, és a földön békesség, a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk. Könyörögjünk! Istenünk, te mindig új nemzedékkel gyarapítod egyházad, ad híveidnek, hogy életükkel valóra váltsák, amit hittel vállaltak a keresztség szentségében. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Pünkösdnapján Péter a 11 kíséretében előlépett, és hangos szóval így beszélt. Zsidó férfiak és Jeruzsálem egész népe, figyeljetek és hallgassátok meg szavamat. Izraelita férfiak, fontoljátok meg e dolgokat. A názáreti Jézust Isten igazolta előttetek, amikor, mint tudjátok, általa hatalmas csodákat és jeleket vitt végbe köztetek. Ezt az embert ti az Isten előre elhatározott terve szerint kiszolgáltattátok, és gonosz kezek által keresztre feszítettétek, majd megöltétek. Isten azonban feloldotta a halál bilincseit,
és feltámasztotta őt. Lehetetlen is volt, hogy a halál fogva tartsa, hiszen Dávid így jövendőlt róla. Szemem előtt az Úr mindenkoron. Ő áll jobbomon, meg nem inoghatok. Örvend a szívem, az ajkam énekel, és testem is békében nyugszik el. Lelkemet a holtak hunában nem hagyod, hogy szented romlást lásson, nem akarod. Az élet útját mutatod meg nekem, színed előtt örülni gyönyörűségem. Férfiak, testvéreim, hadd mondjam el nektek őszintén ősatyánkról, Dávidról, hogy miután meghalt és eltemettétek, sírja mind a mai napig itt van köztünk. De próféta volt, és tudta, hogy az Isten esküvel megerősített ígéretet tett, utódai közül ültet majd valaki trónjára. Ezért a jövőbe látva Krisztus feltámadására utalva mondta, hogy nem marad az alvilágban, és testét nem éri romlás. Jézus feltámadta halálból, és ennek mi mindannyian tanúi vagyunk. Ez az Isten igéje. Védelmezd engem, Istenem, hiszen te benned bízom. Védelmezd engem, Istenem, hiszen te benned bízom. Istenem, oltalmazz engem, mert benned bízom. Azt mondom Uramnak, Istenem, te vagy nékem. Isten az én osztály részem és sorsom kelye, örökségemet tőle várom. Védelmezz engem, Istenem, hiszen te benned bízom. Áldom az Urat, mert tanácsot adott nekem, éjjel-nappal erre tanít szívem mélyen. Mindenkor Istent tartom szemem előtt, jobbomon ő áll, semmitől sem félek. Védelmezz engem, Istenem, hiszen te benned bízom. Örvend a szívem és dalt zeng a lelkem, sőt, testem is megnyugszik bízva. Mert nem hagyod lelkem az alvilág mélyén, és testemnek romlás nem árthat. Védelmezz engem, Istenem, hiszen te benned bízom. Megmutatod nekem az élet útját, és a végtelen boldogságot midőn szent orcád látom. Gyönyörűségre hívtál engem, jobbod mellett szünet nélkül. Védelmezz engem, Istenem, hiszen te benned bízom. Victime Paschali laudes, immolen Christiani, Agnus redemit oves, Christus innocens patri, reconciliavit peccatures. Mors et vita duello,
flexire mirando, nux vitae mortuus regnat vivus. Dic nobis Maria, quid vidisti in via sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidires urgentis. Angelicos testes, sudarium et vestes, surrexit Christus pes mea, recidet suos in Galilea. Simus Christum surrexisse, amor tuus vere, tu nobis victor rex miserere. Amen. Alleluia. Alleluia. Legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Isten. Abban az időben az asszonyok gyorsan elsiettek a sírtól. Remegve, de nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak. És íme egyszerre Jézus jött velük szemben, és megszólította őket: üdv nektek! Ők pedig oda siettek hozzá, leborultak előtte, és átkarolták a lábát. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: ne féljetek, siessetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, mert ott viszont láthatnak engem. Még úton voltak, amikor néhány őrbe ment a városba, és jelentette a főpapoknak a történteket. Ezek a vénekkel együtt tanácsot tartottak, úgy határoztak, hogy sok pénzt adnak a katonáknak, és meghagyják nekik. Mondjátok azt, hogy éjnek idején, amíg mi aludtunk, odajöttek a tanítványai, és ellopták a holttestet. Ha tudomást szerez róla a helytartó, mi majd megnyugtatjuk, és kimentünk benneteket. Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogy meghagyták nekik. Ez a szóbeszéd mind a mai napig el van terjedve a zsidók között. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium. Kedves testvérek! A húsvét ünnepe, különösen, hogyha a körülmények is fölemelnek még hozzá, lelkünket valóban a magaslatokba tudja emelni, örömet jelent. De nem állhatunk meg itt. A húsvéti hit az egy olyan valóság, ami a mindennapi életünkben akar útmutatást, eligazítást adni. Ezért fontos hangsúlyoznunk, fontos kérnünk imában a Jó Istentől azt, amit a mai szentmise könyörgése fogalmaz meg: Istenünk, te mindig új nemzedékkel gyarapítod egyházadat. Add híveidnek, hogy életükkel valóra váltsák, amit hittel vállaltak a keresztség szentségében.
mit jelent életünkkel valóra váltani a húsvéti hitet, és mit vállaltunk mi a hittel a keresztségben, illetve amikor megújítottuk a keresztségi fogadásunkat. A hónap elején, április első napjaiban történt, körülbelül két héttel ezelőtt egy idős belga jezsuita atyát keresztény ellenes álarcos banditák megölték egy szíriai kisvárosban. Forrai Tamás jezsuita atya adott hírt a médiának erről az eseményről. Pszichológusként dolgozott, 75 éves Franz atya, 50 éve élt már Szíriában, 50 éve missziósként. Gyógyította a sérült gyermekeket, felnőtteket, muszlimokat, keresztényeket egyaránt. Intézményeket hozott létre, nagy tekintélynek örvendett országszerte, sőt világszerte. A városból az üldözések miatt, meg egyáltalán a polgárháború miatt előzőleg sokan elmenekültek már, mivel nem mehetett, mindenki átadta a helyét másoknak, és ott maradt. Maszkos fegyveresek munkája közben lepték meg az idős szerzetest, aki semmi különöset nem tett, tette a dolgát éppen úgy, mint máskor is. Tiszta tekintettel nézett az állarcos támadóira, akik két lövéssel leterítették és elmenekültek. Szíriának azon a részén egy kb. 80 ezres keresztény közösségből, ami néhány évvel vagy évtizeddel ezelőtt volt, mára mindössze 6-8 ezer maradt. Többiek vagy elmenekültek, vagy nagyon sokan közülük, ugyancsak vértanú halált haltak. Ma a világon sokkal szélesebb körül a keresztény üldözés, keresztények üldözése, mint bármikor a történelem folyamán volt. A föltámadt Krisztus új életet szerzett nekünk. Ezt az új életet a keresztségben kapjuk meg. A mindennapi életünkkel kell megvalósítani ezt az új életet, ami a föltámadás dicsőségébe vezet. Krisztus húsvéti győzelme a szeretet győzelme. A szereteté, amely elmegy a halálig, a vértanúságig. Ezt a szeretetet kell diadalra juttatni mindazoknak, akik a keresztség szentségében részesültek. Akár az életük árán is. Igen, a keresztség, amely Isten gyermekeivé tesz bennünket, és ott van a másik nagy ajándék, Jézus hatalmas nagycsütörtöki ajándéka, az oltári szentség, amely Krisztussal egyesít minket, hogy életté váljanak, hogy hitünk igazságai gyökeret verhessenek egyre jobban a magatartásunkban, a tetteinkben, választásainkban. A húsvéti szentségekben lévő kegyelem óriási megújulás lehetőségét adja, mind a saját egyéni életünkben, a családjainkban, a közösségeinkben, az egész társadalomban. Azonban minden az ember szívén halad keresztül. Ha hagyom, hogy a föltámadt Krisztus kegyelme megérintsen engem, hagyom, hogy megváltoztassa bennem azt, ami nem jó, amivel rosszat okozhatok magamnak és másoknak, akkor megengedem Krisztus győzelmének, hogy belépjen az életembe, hogy kiszélesítse jótékony működését. Váltsuk valóra életünkben a kapott szentséget. Ez legyen a mindennapi elkötelezettségünk, egyben a mindennapi örömünk is, mert a hit örömet akar fakasztani bennünk. Ha szomorúak vagyunk, akkor a hitünk ellanyhul, szinte elhagy bennünket. Az öröm hozza vissza újra,
a hitet. Azért imádkozzunk a meghalt és feltámadt Úr nevében a legszentebb szűz közbejárására, hogy a húsvéti titok működjön a legbensőbb énünkben, napjainkban, hogy a gyűlölet átadja a helyét a szeretetnek, hogy a hazugság helyébe az igazság, a bosszúállás helyébe a megbocsátás, és a szomorúság helyébe az öröm lépjen. A föltámadott hite, föltámadás hite ott van tehát életünk minden cselekedetében és minden pillanatában. Mit jelent hinni a föltámadásban? Minden szolgálat, amelyet elválasz, a feltámadásba vetett hit tette. Ha megbocsátasz ellenségeidnek, ha enni adsz az éhezőknek, ha védelmezed a gyöngét, hiszel a feltámadásban. Hallottuk Ferenc pápáról, hogy nagy pénteken mielőtt elindult a keresztútra, a Kolosseumhoz, Róma elhagyottjainak, hajléktalanjainak pénzt küldött, hogy tudjanak miből vásárolni maguknak húsvéti eledelt. Ha enni adsz az éhezőnek, ha van bátorságot, házasságot kötni, ha elfogadod a világra jövő gyermeket, ha a házadat építed, hiszel a feltámadásban. Ha reggel vidáman kelsz föl, ha együtt énekelsz a fölkelő nappal, ha örömmel indulsz a munkába, hiszel a feltámadásban. A feltámadásban hinni tehát annyit jelent, hogy bizalommal öleled át az életet. Azt jelenti, hogy a jót tételezed föl a testvéredről, a másik emberről. Azt jelenti, hogy nem félsz senkitől, a vértanúságtól sem. Hinni a föltámadásban azt jelenti, hogy gondolsz arra, hogy Isten a te jóságos atyád, és Jézus a te testvéred. Amen. Testvéreim, örvendetes napunk támadt, megváltunk feltámadásával. Kérjük tőle a húsvéti öröm kegyelmét. Árazd el az egész egyházat bensőséges lelki örömmel, kérünk téged, hallgass meg. Segíts, hogy mindenki észrevegye az igazi örömök forrásait, a szépet és jót, mindazt, amit ajándékul adtál. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add kegyelmedet, hogy példád láttán tudjunk hinni, a jó erősebb a rossznál, és az élet győz a halál felett. Kérünk téged, hallgass meg minket. Légy velünk, Urunk, hogy a szomorúságot, csüggedést és a keserűséget kivessük lelkünkből, mindig örömet és derűt sugározzunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add meg a boldogító Istenlátás örömét mindazoknak, akik földi életünkben hittek dicsőséges feltámadásodban. Kérünk téged, hallgass meg minket. Feltámadt és megdicsőült üdvözítőnk, árazd el szívünket a húsvét örömével és békéjével. Segíts, hogy ezt megosszuk másokkal is, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Oh, my God.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el Kérünk, Istenünk, fogadd kegyesen néped áldozati adományai, hogy neved megvallásában és a keresztségben újjászületve eljussunk az örök boldogságra, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a lelkedre. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozottá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert ő az igazi bárány, aki elvette a világ bűneit, halálunkat halálával megtörte, és feltámadásával új életet szerzett nékünk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.
ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásra, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints, kérünk, egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanokkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben, földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Ferenc pápánkat és Miklós püspökünket, segédpüspökért, a püspökök testületét, a papságot, és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszorodott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint, dicsőségedben, velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk. Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a föld. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban,
hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert én az ország, hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, Te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékom a jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Thank you.
Könyörögjünk! Kérünk Istenünk, áraszt fel lelkünket a húsvéti szentség kegyelme, hogy mi, akiket az örök üdvösség útján elindítottál, méltók legyünk ajándékaidra, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek, továbbra is a föltámadt Krisztus örömében és békéjében gazdag ünnepet kívánok, és most kérjük a Jóisten áldását. Az Úr legyen veletek! És a veletek! Áldjon meg titeket a mindenható Isten húsvét szent ünnepén, és védjen meg irgalmasan a gonosz cselvetéseitől és minden bűntől. Amen! Ő, aki egyszülött fia feltámadása által újjászült titeket az örök életre, töltsön el titeket a halhatatlanság minden ajándékával. Amen. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek.